Mi Hazánk mozgalommal Kőbányán és Kispesten több közbiztonsági sétát teszünk a tisztességes állampolgárok védelme érdekében. Ezeket a közbiztonsági sétáinkat a helyi Facebook bejegyzésekben, a lakosság által panaszolt területeken végezzük, így az egyes számú célpontunk a paneleknek a végigjárása, ahová miután beengedtek minket, amennyiben tapasztaljuk, hogy ott hajléktalanok vannak jelen, megkérjük őket a távozásra. Amennyiben ez nem történik meg, úgy a rendőrség szót kiejtve általában azonnal elkezdenek pakolni, hogyha úgysem hajlandók, akkor rendőrséget értesítjük. Fontos elmondani egyébként, hogy itt nem a hajléktalanok zaklatásáról van szó. Elsődlegesen a tisztességes állampolgárok védelme érdekében cselekszünk, és a hajléktalan kérdésre megoldással érkezünk, megoldással különböző programpontokon keresztül, de a drogos hajléktalanokra rá kell hívni a rendőröket. A közbiztonsági sétánknak egy másik fázisa, amikor az őrsvezér terére érkezünk, ugyanis itt napi rendszerességgel történik valamilyen bűncselekmény vagy zaklatás. Több ezeren, több tízezren vonulnak át az őrsvezér terén, és általában, amikor a jegyautomatához fáradnak a tisztességes polgárok, hogy megvegyék a bérletüket, akkor 5 percen belül 2-3-an is oda mennek hozzájuk, és zaklatják, kéregetnek tőlük. Ebben a témában egyébként már korábban bejegyzést osztottam meg a Facebook oldalamon, és ottani elmondások alapján nem egyszer előfordult, hogy ezek az illetők késsel fenyegetőztek vagy kergették a polgárokat. Tisztességesen végezzük a dolgunkat, szabályosan, törvényesen, de valakinek helyt kell állni, és erre buzdítanék mindenkit, hogy felelősséget érezve honfitársainkért, hogyha veszélyben látjuk az időseket, a hölgyeket, kismamákat, mert hogy ők a tipikus áldozatok, akkor vonuljunk félre és értesítsük őket, a rendőrséget, hogy itt igenis egy bűncselekmény zajlik. A saját testi épségünket azt mindenki mérlegelje, hogy mennyiben veszélyezteti vagy sem. Így zajlik tehát nagyjából Kőbánya Kispesten a Mi Hazánk mozgalomnak egy közbiztonsági sétája.